lehetőséget kihasználva ezek a gyerekek a elsősorban a Vasas csapatába játszhassanak, és nekem már hosszú ideje ez a mániám, hogy aki itt az akadémián nevelkedik, és itt elérje 17-18 éves kort, az feltétlenül a Vasas első csapatába is játszhasson, ne pedig elkerüljön máshova, mert az akadémia akkor tudja igazán igazolni az eredményes munkáját, hogyha ezek a gyerekek bekerülnek az első csapatba, a Vasas első csapatába. És az, hogy régi Vasas szív, ugye ez nálunk ez természetes volt, de a mostani gyerekek ezt csak akkor érzik át, ha valóban a Vasasba, a Vasas pályán tudnak első osztályú focisták lenni. Jó kezdeményezésnek tartottam már az elején is, és én úgy érzem, hogy példaértékű, amit a Vasas Akadémiában csinálnak a gyerekekkel, mert olyan szélesen és olyan korosztálynak nyújtanak segítséget és lehetőséget arra, hogy focisták legyenek, hogy azt hiszem ez példaértékű az egész magyar labdarúgás számára. Hát én azt szeretném, hogyha legalizálódna az a helyzet, hogy van tulajdonosa a csapatnak, van edzője a csapatnak, mert jelen pillanatban még sajnos semmilyen információ nincs arra, hogy ez a csapat az másodosztályba, illetve az NB2-be biztosan tudjon szerepelni. Gondolom ez már csak napok kérdése, hogy létrejön a megállapodás, de nagyobb több információval sajnos én sem rendelkezem. Én mindenképpen kimegyek a hazai mérkőzésre, azt én nem fogom kihagyni még másodosztályba se, mert azt hiszem nem nagy dolgot mondok azzal, hogy nekem a Vasas a szívem csücske, hogy több évtizedet eltöltettem aktív játékosként, és azóta pedig dokkerként.